Nagy Boldog Asszony ünnepe a búcsú napja Tolnán. A búcsú az a templom titulusa, akinek a tiszteletére, vagy egy személynek, vagy magának az Istennek valamilyen tulajdonságára szentelt templom, van egy címe a templomnak, és hogy ekkor ünneplik a templomnak az ünnepét, a templom születésnapja, a templom szentelése, vagy egyáltalán egy a búcsú ünnepe, és hogy ehhez kapcsolódnak különféle népi szokások, ilyenkor hazajöttek az elszármazottak, nagyobb ünnepség volt, ugye régi szokások mentén, attól függ, hogy ez őszre, tavaszra vagy nyára esett, igyekeztek inkább jó időre szervezni, vagy olyan szentet találni, ami olyan időben van, ahol lehet csinálni valami jó kis fesztivált, népünnepélyeket, és ezekhez kapcsolódtak különféle szokások. Ma is itt a Tolnai templomban 10 órától már volt egy kis műsor, kulturális műsor, amiben egy képtárlatot nyitottunk meg, egy kis gyűjteményt, egy kis kiállítást szerveztünk ide. Juhász Ildikónak a műalkotásai, legfőképpen inkább angyalokról, és utána egy kis ilyen-olyan énekek, egy kis beszéd, és most 11 órakor pedig kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet általában igyekeztünk új misés pappal, aki most kezd, és akkor ott ő bemutatkozik, és így megismeri a helyi szokást, úgyhogy most a mohácsi káplán Mihovics Sebastian fogja tartani az ünnepi szentmisét. És ezt követően itt a környékben itt a helyi közösségek egy kis vendéglátásról gondoskodtak, egy kis pogácsa, víz, egy kis beszélgetés, majd itt meghívott vendégekkel kis protokoll ebédet tartunk. Mihovics Sebastian tanítványom volt a Szent Mór iskola központban. A nevéből adódik, hogy horvátul is tud. Most a mohácsi sokaszokat fogja lelkipásztorolni kezdő papként. Úgyhogy őt most szentelték ez év júniusába. Úgyhogy ő Pécset tanult más vidékről, onnan is. Zalából jött, Dél-Zalából érkezett, és Pécset kapcsolódott be az egyházi életbe, és akkor ott hát ugye a papi hivatását is itt érlelte ki, és akkor itt közénk állt Sebastian atya most már. Lelkével az örök dicsőségben emelt, add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedj, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségeddel, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek keresztségben, Isten mindörökkön örök. A jeles alkalmat megkoronázta Juhász Ildikó kiállítása, akinek képei jelenleg is díszítik a tolnai templomot. Tengericen születtem, ott nevelkedtem, Bodor Árpád tanított rajzolni, utána ő biztatott, hogy menjek a iparművészeti suliba, és akkor azt elvégeztem szövőszakon, utána fényképészetet tanultam, majd Pécsen, vagyis a Tolna megyei levéltárba dolgoztam 36 évig, és onnan jöttem nyugdíjba a fotolabor megbízott vezetőjeként, és hát ott is nagyon sok kiállítást rendeztünk, a képeim és különböző illusztrációim szerepeltek a kiadványokban, és hát ott is kamatoztatni tudtam a látásmódomat, amit az iskolából hoztam magammal még Pécsről. Végül is én a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába végeztem 75-ben, tehát a rajz mint olyan mindig hozzátartozott az életemhez. Most ez nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen pompázatos, ilyen gyönyörű környezetbe állíthattam ki, és hát ide azért nagyon meg kellett válogatnom, hiszen ez egy templom. És nyilván olyan képeket próbáltam hozni, hogy méltó legyen ehhez a környezethez. Remélem, hogy sikerült. Angyalaimat hoztam, és hát próbálkoztam olyan képeket hozni, ami az egyházhoz, a hithez, magához kötődik. Így aztán Mária a kis Jézussal jelenik meg több képemen, a betlehemi misztérium, és hát az angyalaim, valamint a pünköst, és ott pedig a fő angyalok. Nagyon szeretem a grafikát, a tusgrafikát, de
kitekintek másfelé is, tehát a színeket is használom, a pasztelt, ezek igazi ikonok, tehát maga a technika, az az ikontechnika, ami fa alapra elég bonyolult előkészítéssel készül, és tojástemperával majd lelakkozva. Azokat is elhoztam, és a tusgrafikáim között láthatóak. Egy angyalomat is elhoztam, amit úgy szőttem, és remélem, hogy mindenkinek tetszik. A technika nagyon változatos, a téma viszont ilyen egyházi jellegű, tehát ahhoz kapcsolódó, a hitélethez kapcsolódó. Ez a 6 tabló állt rendelkezésemre, és hát hoztam egy csomó képet, és a Veszeli Gáborral kiválogattuk, hogy szellős is legyen, befogadható, azon kívül mindegyik ideillő legyen. Ehhez az alkalomhoz is, ugye ez egy búcsú. Nagyon sok virágot rajzolok, mert a természet az vonz, és hát ez a belső kép, ami kivetül, legalábbis remélem, ez a célom. A hangulatos ének szó, meghitt beszédek és a kiállítási darabok mind hozzájárultak ahhoz a bensőséges atmoszférához, ami augusztus 17-én is átjárta az épületet.